Köszöntöm nézőinket, ez az Újpesti Televízió Korrekt című műsora. Mottunk szerint a valóság nem fekete és nem fehér, és a sokszínű valóság körbejárásához hívjuk segítségül hétről hétre vendégeinket. A mai alkalommal ebben Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselőjét hívjuk segítségül. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm az újpesti tévénézőket, az újpesti polgárokat. Ezt már jó ideje megbeszéltük, ezt az interjút, ezt a beszélgetést, és ugye alapvetően az európai politikáról, Magyarország helyéről az Európai Unióban terveztük a beszélgetést, így is lesz. Azonban a közélet sodrása közbeszólt, úgyhogy egy picit most kénytelenek vagyunk egy nagy levegőt venni és alámerülni a politikai bulvár Mariana árkába. Ugye Gréci Zsoltról intim fotók kerültek fel az internetre, és egy névtelenséggel burkolózó hölgy azt állítja, hogy ezeket kéretlenül kapta tőle. Mi a párt álláspontja ezzel kapcsolatban? Lesz ennek következménye? Mi a helyzet ezzel most? Nyilván nehéz erről beszélni, hiszen Zsolt nekem közeli kollégám, és közeli kapcsolatban állunk egymással. Ez látható, hogy nem ez az első próbálkozás a képek nyilvánosságra hozatalával. Itt először egy zenész, majd a Mi Hazánk egyik kollégája vádolta őt meg ezzel. Két héten belül ez a két ügy mind a kettő megbukott. Most egy harmadik névtelenségét kérő, vagy névtelenségbe burkolózó ember állít szerintem valótlanságot Zsoltról. Egyébként ezekben az ügyekben feljelentést tett Gréci Zsolt. Ez az év elején várhatóan eredménnyel is fog zárulni. Nyilvánvalóan a képek azok, ezek az intim felvételek hát nehezen magyarázhatók, és egyébként Zsolt ezzel kapcsolatban épp a tegnapi napon nyilatkozott is a Klubrádiónak. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek a magánügye kéne legyen, és egyáltalán az, hogy ezt valakiről nyilvánosságra hozzák. Itt egy nagyon éles különbséget kell tenni, például a Borkai üggyel kapcsolatban. Ez egy magán galéria képei, mindenki ízlés szerint ítélje meg, hogy mi a véleménye róla, de egy nagyon fontos választóvonalat kell tenni. Ez az ügyközés, a Borkai ügyközés. És ez miben ragadható meg, ez a különbség? Nagyon egyszerű. Gréci Zsolt képei, még egyszer mondom, ízlés szerint ítélje meg mindenki, hogy miről a véleménye, de magánjellegű képek. Ezeket a képeket nem árnyékolja be korrupció, nem árnyékolja be azt, hogy egy magát keresztény konzervatívnak nevező családapa egyébként kicsapongó életet él. Nem arról van szó, hogy egy hatalomban lévő polgármester vélhetően nem a saját megkeresett pénzén, hanem vélhetően lopott pénzen, vélhetően luxus prostituáltak szolgáltatásait igénybe véve, korrupcióval, droggal és minden mással beárnyékolt történetben teszi azt, amit tett, szintén ízlés kérdése megítélni, hogy milyen körülmények között. Az egyikben van egy magánéleti szál, ahogy Zsolt tegnap fogalmazott, ő ebben áldozat, hiszen ezeket a képeket ellene felhasználták. Ő ebben nem követett el bűncselekményt, és nincs benne se korrupció, se prostituáltak, nem tudom én. Nyilván nehéz erről ugyanakkor beszélni. Az is jellemzi a magyar politikát, hogy ma más emberek magánéletében ennyire mélyen és ennyire ocsmány módon turkálnak, hogy erről beszélni kell, de ha már beszélni kell, akkor nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez egy óriási különbség a két ügy között. Értem, akkor bukkanjunk fel a Marianárokból, és utazzunk Brüsszelig. Most frissen megválasztott európai parlamenti képviselővel beszélgetünk. Elsőként az érdekelne, hogy mi volt a legnagyobb változás, vagy a legmeglepőbb dolog, amit a legváratlanabb dolog, amivel találkozott Brüsszelben, amikor megkezdte az európai parlamenti munkáját. Nagyon örülök, hogy ezt kérdezte, mert szóval egy nagyon pozitív és egy ilyen kifejezetten jó hangulatú
közegbe mehettem ki, ahhoz képest, ami Magyarországon jellemző. Ott is megvannak a külön frakciók, ott is nyilván mást gondolunk a világról politikusok, akár még frakción belül is vannak nézeteltérések, vagy nézetkülönbségek. Mégis lényegi dolgokban nincs nagy különbség. Nincs az a kultúra, mint itthon, hogy nem állnak szóba egymással a kormányzó párt és az ellenzék. Ott kisebb-nagyobb frakciók, de folyamatosan egyeztetnek, a szakbizottságokban együttműködnek, és aztán a plenáris ülésen is nincs olyan, nincs az a fajta magatartás, mint ami itthon, hogy lenézzük és pökhendi módon viselkedünk, mint ahogy azt teszi a magyar kormánypárt. Ott teljesen normális ez az együttműködés. Én úgy tudok beszélgetni egy néppártival, pedig én SND, tehát szocialista és demokrata frakcióban ülök, úgy beszélgetek a néppárti, a zöld, vagy éppen a liberális kollégákkal, hogy nyilván megvitatjuk, hogy nekem erről mi a vélemény, és ezzel szemben neki mi a véleménye, de ettől függetlenül a legfontosabb dolgokban, abban, hogy egy erősebb, egységesebb Európára van szükség, abban nincs vita. Mindenki ezen dolgozik. És ez szerintem egy nagyon nagy különbség, és egy nagyon pozitív különbség a magyar viszonyokhoz képest. A Fideszes képviselők, és általában a Fidesz viszont azt állítja, hogy kifejezetten pökhend és megalázó módon bánnak velük, tehát hogy az Európai Uniós elit velük szemben, és az ő értelmezésükben egész Magyarországgal szemben viselkedik pökhendi módon. Hát nemrég ugye erről Kovács Zoltánnak emlékezetes tweet bejegyzései is voltak. Igen, hát hogyha európaiként viselkednének, akkor nem bánnának velük lekezelően, de mivel a Fidesz nem európaiként, hanem fideszesként viselkedik kint Brüsszelben is, és az utóbbi időben megfigyelhető egy ilyen magatartásbeli változás részükről. Ugye eddig azt csinálták, hogy kimentek Brüsszelbe, ott aranyoskodtak, aztán hazajöttek, és mindennek elhordták a brüsszeli kollégáikat. Most már Kovács Zoltán kimegy Brüsszelbe, és ajtóstól ront a házba, minősíthetetlen stílusban beszélget a kollégáival, és nyilatkozik a kollégáiról, és ezt megteszi már kint is, és megteszi itthon is. Ez ott nem divat. Tehát ott európai politikusok, európai emberként viselkedve ezzel minden jelentését magának tulajdonítják ezek a politikusok. Orbán Viktor és a fideszesek nem ilyenek. Hogy, és nem szívesen nevezném meg a kollégát, beszélgetek egy európai parlamenti képviselővel, egy másik frakcióban ül, mint én. És azt mondom neki, hogy hát biztos kínos lehet ezekkel az emberekkel együtt politizálni már évek óta, hiszen hát azért viszonylag közelebb állnak önök. És azt mondja, hogy nem, vannak a néppártiak, vannak a liberálisok, vannak a szociáldemokraták, és igen, vannak bűnözők is. Ezek bűnözők. A saját kollégájával évek óta egy parlamentben ül, bűnözőnek nevezi a Fidesz politikusait. Nem nevezi meg név szerint, de tudja nagyon jól, hogy az, ami Magyarországon történik, hogy Orbán Viktor az Európai Uniótól kapott pénzen már hosszú évek óta Európa ellen kampányol, az minősíthetetlen, az elfogadhatatlan. És nem csak arról van szó, hogy ezt a politikusok vették észre, hanem a német, osztrák és minden más nemzetiségű politikusnak haza kell mennie, és a saját választóik, a saját népük mondja azt, hogy ez nincs rendben, hogy az én adomból engem szidnak a magyar tévében, abban a tévében, amiben egész egyszerűen ellenzéki politikus be sem mehet, mert minden Orbán Viktor kontrollja alatt áll. Ezt látják Európában, és ezért viselkednek velük barátságtalanul. A DK-nak van egy kezdeményezése, amit tulajdonképpen a Momentum is valami egész hasonlót fogalmazott meg, hogy az Európai Uniós forrásokat ne a magyar kormányzat ossza szét, hanem közvetlenül az Unió különböző célokra felcímkézve ossza ki. Most egyrészt erről a Fidesz azt mondja, hogy ez tulajdonképpen a magyar nemzet érdek elárulása, hiszen megfosztják az országot attól a szuverén jogától, az ország vezetését, hogy meghatározza, hogy milyen célokra szeretné ezeket a pénzeket elkölteni, és úgymond idegeneknek, Brüsszelnek adja át ezt a jogot. Elsőként arra volnék kíváncsi, hogy erről mit gondol, és én szintén legalább ennyire fontos kérdésnek tartom azt, hogy ha ez nem csak Magyarországra vonatkozik, mert ez egy generális, általános reform, akkor ennek milyen valódi esélye lehet az Európai Unióban? Kezdjük akkor a legelején. Tehát azt mondani, hogy ez egy valamiféle nemzeti érdek elárulása. Az Európai Unió elsődleges számú célja,
és akkor most egy csúnya szót fogok mondani, ez a szubszidiaritás elve, ami arról szól, hogy az uniós forrásokat, az unió politikáját a legalacsonyabb szinten, tehát a legkisebb településeken, a legkisebb közösségekben sikerüljön hasznosítani, hatékonyan felhasználni, az egy az unió létezése óta ez egy létező elv és egy létező cél. Tehát az, hogy az uniós támogatások, ezek anyagi pénzügyi támogatások közvetlenül kerüljenek falvakhoz, önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, nem is tudom, kis- és középvállalkozásokhoz, ez nem egy új keletű dolog, ez egy régi uniós cél. Még ha eddig nem is így volt. Miért nem volt így? Ez egy fontos kérdés ebben a témakörben. Egész egyszerűen az Európai Unió arra jött létre, hogy azok az országok, amelyek békét szeretnének Európában, és az Európai Uniót egy versenyképes közösségé szeretné tenni, azok ebben viszonylag egy irányba mentek, és a közös célt tartották szem előtt. Az utóbbi években láthatóan, például a magyar kormány hibájából, az Európai Uniónak lettek belső ellenségei. Ezzel kell most felvenni a küzdelmet, erre kell most megoldást találni. És ezért van az, én egyébként éppen a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban vagyok Dajs Tamással, ahol hát lehet mondani, hogy ez a nemzeti érdek elárulása, szerintem az a nemzeti érdek elárulása, hogy Magyarország átlagosan 8-szor annyi büntetést kell fizessen vissza az Európai Uniónak, azért, mert Orbán Viktor és kormánya ellopja az uniós támogatások nagy részét. A mezőgazdasági támogatások miatt Magyarország a New York Times hasábjaira került, mert arról szólnak a hírek, hogy különböző oligarchák szétlopják az uniós támogatásokat, és azok a gazdák, akik ebből tudnának fejleszteni, azok a fiatalok, akik ebből tudnának vállalkozást építeni, azoknak nincs pénzük, viszont Mészáros Lőrinc és a hozzá hasonló oligarchák meg élik boldogan világukat Európa egyébként legboldogtalanabb országában. Igen, ez valóban fáj az Európai Uniónak, fáj nekem is, és éppen ezért azt támogatom, hogy ezek az uniós források közvetlenül kerüljenek az önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, hogy Orbánék ne tudják ellopni. Ilyen egyszerű ez a dolog. Hogy egy egészen konkrét példát mondjak, jövő évtől, ugye ez kicsit sajnos csúszik, mert későn állt fel a bizottság, jövő évtől az Európai Unió, Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságában tárgyaljuk majd a LIFE programot. Ez éppen arról szól, hogy környezetvédelmi és energetikai célú beruházásokra közvetlenül lehessen pályázni az Európai Bizottságnál. Legegyszerűbb példa erre a panelprogram, de számtalan olyan energetikai és környezetvédelmi célú beruházás létezik, ami ennek köszönhetően több mint 7 milliárd euró lesz lehívható, és nagyon remélem, hogy ezzel nagyon sok magyar önkormányzat, civil szervezet és kisvállalkozás is tud majd élni. Azt említette, hogy nem csak önnek fáj, hanem az Európai Uniónak is. De fáj ez nekik annyira, hogy megváltoztassanak egy ilyen generális általános érvényű elvet? Fáj ez mondjuk annyira Németországnak, akik tisztában lehetnek azzal, hogy a Magyarországon működő a német multik helyi leányvállalatai rendszeresen kapnak igen nagy összegű kormánydöntés alapján utalt támogatást Európai Uniós pénzekből. Lehet, hogy nekik ez nem fáj annyira. Szóval ott ülünk ezeken a bizottsági üléseken, és hallgatom a kollégák hozzászólásait. Fáj nekik. A Költségvetés Ellenőrzés Bizottság elnöke éppen egy német, egyébként néppárti politikus, aki kifejezetten arra törekszik, hogy az Európai Uniós támogatásokat kössék bizonyos jogállami normák betartásához. Ez a rule of law, ami most gyakorlatilag már a magyar sajtóban is sokszor így kerül megfogalmazásra. Ez kifejezetten arról szól, hogy ezek a támogatások jogállami normák betartása, alapjogi jogok betartásához legyen kötve, és nyilván azok az országok kapják meg elsősorban ezeket a támogatásokat, akik magukénak tudják és teljesítik az uniós alapszerződésben foglaltakat, és egyébként nem sértik a saját törvényhozásukban az alapjogokat, a emberi jogokat, és hosszasan lehetne sorolni. Tehát erre egy nagyon komoly elköteleződés van, és még egyszer mondom, ez átível frakciókon, tehát ez nem az van, hogy csak a szocdemek vagy a liberálisok gondolják így, ebben alapvetően van egy ilyen konszenzus, hogy azok az országok kapjanak támogatást, akik aztán nem lopják el a pénzeket, és egyébként nem sérülnek azokban az országokban az alapvető jogok.
Azt gondolom, hogy erről a 21. században Európában nem kéne már vitatkozni, hogy az a kormány, amelyik ellopja a pénzeket, és az a kormány, amelyik egyébként minden nap lábbal tiporja a demokráciát, az nem érdemes arra, hogy az Európai Unió adófizetők kitömjék őket pénzzel. Szerintem ez egy logikus elvárás. Ha már a jogállamiságról beszélünk, ugye itt van egy széles körben ismert angol kifejezés, valóban Magyarországon is egyre többet használjuk, rule of law. A Fidesznek az értelmetése viszont egy szintén elterjedt ilyen angol közhely, csak ők nem angolul szokták alkalmazni, a good or bad my country elve. Tehát az, hogy ha valaki azzal szembesül, hogy a saját országát, saját országának vezetését ilyen alapvető kérdésekben kritizálják, akkor kötelessége akkor is kiállni mellette, ha egyébként a belpolitikában nem ért vele egyet. Alapvetően a kormánypártak talán így foglalta össze az álláspont, és ezért vádolja az ellenzéki képviselőket azzal, hogy árulkodnak és nem viselkednek hazafiasan. És ezzel kapcsolatban ez még azt a kérdést fűzném hozzá, nekem bizony beugrott az, hogy amikor 2010 előtt a Fidesz ellenzékben volt, akkor igen gyakran panaszkodott különböző európai, vagy a saját pártcsaládján belül, de volt, hogy uniós intézményeken belül a magyar jogállamiságra. Ugyanakkor viszont akkor is hallhattuk az akkori kormányzattól, hogy ez bizony csúnya árulkodás és nem hazafias viselkedés. Tegyünk ebbe rendet, hogy akkor most az üléspont határozza meg az álláspontot, vagy van valami általános igazság azért ezzel kapcsolatban? Szóval a Fidesz, csak hogy a viccből idézek, az a fajta sofőr, aki a behajtani tilosba fordítva felmegy az autópályára, utána pedig panaszkodik, hogy hát itt mindenki ostoba, szembe jön velem az autópályán. Nos, ez a helyzet. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi egész egyszerűen belpolitikai hasznot szeretnénk abból kovácsolni, hogy a Fideszt bántjuk az Európai Parlamentben, hanem itt arról van szó, hogy a saját párt családja sem fogadja el. Tehát a néppárt sem áll ki mellette. Lehet hallani, nem hívják meg a kongresszussal, ott vannak a kizárás küszöbén. A saját kollégáiknak van elegük abból, hogy Orbánék szétlopják az Európai Uniót, és még egyszer mondom, azt mondják róluk, hogy az Uniótól kapott pénzből kampányolnak az Európai Unió ellen. Mit kell ehhez még hozzátenni? Nem arról van szó, nem az a hazaárulás, hogy elmondjuk, hogy gyerekek, ti ellopjátok az uniós pénzeket, és azért szeretnénk odaadni a magyar önkormányzatnak, hogy ez valóban tudjon fejleszteni, és ne rajtatok keresztül menjen ez a pénz, mert hogy ti egész egyszerűen ellopjátok, mert ez az igazság. Ebben nincs semmi hazaárulás. Azt mondjuk, hogy ugyanott oda fog kerülni ez a pénz, ahová való, ahová én, az Európai Uniós kollégám, és egyébként mindenki már szánja ezeket a pénzeket. Ez épp az, hogy teszünk a hazagazdagodásáért. Ja igen, lehet, hogy megint az a baj, hogy Orbán Viktor azt hiszi, hogy ő Magyarország. Én Magyarországot a magyar emberek közösségének tartom, és szeretném, hogy ezek a magyar emberek gazdagodjanak, és nem szeretném, hogy Orbán Viktor gazdagodjon. Ez valóban egy fontos különbség, de ez egy ilyen definíciós különbség. Magyarország az nem egyenlő Orbán Viktorral, ezt jó lenne, hogyha a miniszterelnök is végre belátná. A DK-nak a legfontosabb európai uniós választási szlogenje az Európai Egyesült Államok víziója volt. Ezt sokan elég kevésbé körülhatárolt fogalomnak tartják. Azt hiszem, hogy elég kevés ember van, aki pontosan meg tudná mondani, hogy mire gondol, amikor az Európai Egyesült Államokról beszél. Azok is, akik ellenzik, tapasztalatom szerint, azok is, akik egyetértnek vele, ritkán tudják igazán jól körülhatárolni. Mit jelent egy Európai Egyesült Államok? Valami olyasmi, mint az amerikai, vagy valami más? Ugye Újhely István akkor, amikor az európai parlamenti választások előtt, talán az egyik utolsó vita volt, ahol az összes párt, kivéve a Fideszt, megjelent és elmondhatta a véleményét. Újhely István azt mondta, hogy ő bár az elvileg egyetért ezzel, de jelen pillanatban életidegen álláspontnak tartja, vagy életidegen elképzelésnek. Igen. Persze, hát ki gondolta volna a második világháború közepén, végén, hogy néhány év múlva ezek az egyébként ellenséges és akkor éppen egymást gyilkoló felek lesznek olyan bátrak és erős emberek, hogy leülnek egymással, és azt mondják, hogy félreteszik a múltat, és építenek együtt egy közös európai közösséget. Ez kitartott most 70 évig,
és azt látjuk, hogy kell egy újabb lépést tenni, hiszen olyan globális kihívások előtt áll, nem csak Európa, hanem az Egyesült Államok és Ázsia, az egész világ, amit egyenként, tagállamonként mi nem tudunk megoldani. Itt van a klímaváltozás ügye, ami azt gondolom, hogy a legsürgetőbb és messze a legfontosabb kihívás, amire nagyon gyorsan és nagyon határozott választ kell adni. Ezt nem tudjuk azt mondani, hogy felhúzunk délen egy kerítést, és akkor megállítottuk a klímaváltozást, és rendben van. Ez nem fog működni. Akkor fog ez működni, hogyha Európa vezető politikusai több mint 500 millió polgárral a hátuk mögött közösen lépnek fel. Ez egy gazdasági és emberi közösség egyaránt. Gazdaságilag azért fontos, hiszen fel tudjuk venni a versenyt Kínával vagy az Egyesült Államokkal, az Amerikai Egyesült Államokkal. Egyébként pedig itt van ez a rengeteg ember, akinek közösen kell intézni az ügyeit. Lehet, hogy, és akkor másik szlogenjeinkre visszatérnék, például az európai minimálbér ügye, vagy az európai multi adó ügye, amiben egyébként épp a múlt héten Strasbourgban szavaztunk, és talán folyamatosan lépünk előre ezekben az ügyekben. De hát azt mondom, hogy ezek olyan ügyek, ahol Magyarország nem tudja fölvenni a versenyt nagy multicégekkel. De hogyha 500 milliónyi embert képviselő politikus, és ez az 500 millió ember egyszerre mondja azt, hogy nincs az rendben, hogy rengeteg-rengeteg pénzt kerestek, és aztán nem fizetitek be az adót, mint hogy az sincsen rendben, hogy az az ember, aki Szombathelyen dolgozik egy multinacionális cégnél, az harmadannyi fizetést keres, mint 30 kilométerrel arrébb ugyanannál a multicégnél dolgozna. Egész egyszerűen még mindig vannak óriási különbségek Európa perifériáján és a régi európai, nyugat-európai tagállamok között. Ezeket a különbségeket csökkenteni kell ahhoz, hogy, mert lehet valaki büszke európai, és mondhatja magát büszke európainak, ha a nap végén ő nem fog tudni elmenni nyaralni, de nem csak, hogy nem tud elmenni nyaralni, hanem nem tud ruhát, élelmiszert vásárolni a gyermekének, miközben tényleg néhány kilométerrel arrébb, egy határral arrébb már arról gondolkodik egy nyugdíjas, nem az, hogy meg tudja venni a gyógyszert, hanem az, hogy melyik egzotikus szigetre menj nyaralni és töltse ott a karácsonyi időszakot. Ezért küzdünk közelebb hozni egymáshoz az európai embereket, és mindenkinek egy egységes és egyenlő módon szerethető Európát létrehozni. Erről szól az Európai Egyesült Államok, ahol együtt dolgozunk ezért. De ehhez a tagállamoknak le kell mondaniuk a szuverenitásukról? Tehát ezeknek a céloknak az eléréséhez ez az egyetlen út? Dobrev Klárának volt egy borzasztó jó hasonlata az Európai Uniós, Európai Parlamenti kampányban erről. Van valaki, aki egyedül él, nincsenek barátai, nincsenek gyerekei, nincsen férje vagy felesége, borzasztó szuverén ember. Hazamegy, ő dönti el, mi legyen a vacsora, ő dönti el, hogy mit csináljon a hétvégén, senki nem szól bele. Ez a nagyon szuverén ember. Aztán van egy másik ember, akinek rengeteg barátja van, népes családja, gyerekei, férje, felesége, szülei, nagyszülei. És igen, amikor oda kerül a sor, hogy hát jó, de mi legyen hétvégén az ebéd, akkor sok ember véleményét meg kell hallgatnia. Sok embernek beleszólás van abban, hogy mit csináljon. Kérdezem, melyik a boldogabb ember, aki a nap végén egyedül hajtja álomra a fejét, vagy akinek népes családja és sok barátja van? Én inkább az utóbbival szeretnék tartozni, még akkor is, hogyha emiatt lehet, hogy több döntést meg kell beszéljek másokkal, többet kell vitázzak, vagy adott esetben vitatkozzak, de hát azért nézzük meg a történelmet, mikor ment előre ez az ország, meg mikor ment előre az emberiség, amikor vitatkoztak egymással, és új ötletek, jó ötletek születtek. Ez vezeti előre Magyarországot és Európát is, nem az, hogy bezárkózunk, és egy ilyen döbrögi dönt arról, hogy mi legyen, és a haverjainak meg tömi a zsebét, aztán majd valahol visszakap belőle. Inkább egy ilyen Európában hiszek, ahol beszélgetünk egymással, és sokan sokfélét gondolunk. Nem először jár Újpesten, most ebben a stúdióban, hanem már korábban is volt példa.
Milyen újpesti kötődése van? Mert én úgy hallottam, hogy van. Nagyon sok újpesti kötődésem van. Édesanyám és édesapám mind a ketten több mint 40 évet dolgoztak le, nem is messze ettől a stúdiótól, a korábban Kinoinnak hívták, most már Sanofi névre hallgató gyógyszergyárban, és talán annyit elárulhatok, hogy az első munkahelyem nekem is itt volt a nyári munkáim során még középiskolás koromban. De egyébként a középiskola és a sport is ide köt, hiszen ide jártam az újpesti műszaki kéttannyelvűben. Itt érettségiztem, aztán itt szereztem nyelvvizsgát és később technikus oklevelet is, illetve itt fociztam, ha nem is a Nagy Újpestben, de a Kinoin ifi csapatában, úgyhogy nekem nagyon szinte gyerekkoromtól egészen felnőtt koromig nagyon erős kötődésem volt Újpesthez és az újpestiekhez. Mai napig a tanáraim, barátaim nagyon sokan itt laknak Újpesten, és máig nagyon jó a kapcsolatom velük, úgyhogy mindig szívesen jövök Újpestre. Boldog karácsonyt és boldog új évet kívánni minden kedves újpestinek. Köszönöm szépen a meghívást. Rónai Sándor európai parlamenti képviselőnek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ne feledjék, a valóság nem fekete-fehér, jövőre sem. Kívánok Önöknek áldott békés, boldog ünnepeket. Viszontlátásra!